A Pangea Ökocentrum és szálloda alapkövét tavaly szeptember elején rakták le, akkor még így nézett ki a terület. Egy évvel később a beruházás befejeződött. Jelenleg már egy hónapja számtalan pozitív visszajelzéssel működik a Közép-Európában is egyedülálló hotel. Amikor az önkormányzat megvásárolta a telket, sokan nem gondolták volna, hogy 2018 nyarára megépül a Pangea. Valamikor, talán 14 decemberében mentem Kovács Ferenc polgármester úrhoz, hogy kéne a hópárducoknak egy nagyon jó hely, építeni kéne nekik egy különleges helyet. Meghallgatott, nézett rám, azt mondta, hogy szállodát, építsetek szállodát. Mondom, polgármester úr, hópárduc kifutót szeretnék építeni, abba vagyunk jók, valami különleges szállodát. Na hát ez így indult, szóval sok mindent kitaláltam itt a Nyíregyházi Állatparkban, de speciál a szállodában nem gondolkodtam, úgyhogy ez polgármesteri ötlet volt, de igyekeztünk megfelelni ennek. A kívülről és belülről egyaránt modern épületből egyedülálló kilátás nyílik egyik oldalról a Sóstói tóra, a másik oldalról pedig a 35 hektáros Nyíregyházi Állatparkra, amellyel természetesen összekötötték a hotelt. A Pangeában kialakított 38 szoba mindegyike egy-egy állatról szól. A szállás.hu 10 pontos értékelési rendszerében pedig 9,6 pontra értékelték a látogatók az ökocentrumot. Az új épület oktató és konferencia központként is működik majd. Az állatparkban ugyanis évente közel 3000 gyermek és felnőtt vesz részt valamilyen oktatáson. A Nyíregyházi Állatpark Komplex 6,7 milliárd forintos fejlesztését a Modern Városok Program forrása biztosítja. Erről még 2015. novemberében döntöttek. A beruházási csomag 5 részből áll, ebből 3 elem már elkészült. A Hóperduc kifutó, az új bejárat és a Pangea, ezekre összesen 2,3 milliárd forint jutott. Maga a Pangea 1 milliárd 650 millió forintos fejlesztés volt, de a közeljövőben egy másik hotel is elkészül Sóstón. Azt mondták nekem, hogy ilyen őrültséget ki ne találjak, hogy én két hotellel állok elő a modern városi tárgyalásoknál. Hotelt az üzleti szférre is csak Budapesten épít, ott is a belvárosban. De hát mondom, nálunk már a turizmus olyan szintet ért el, hogy szálláshelyi kapacitási gondok lesznek. De hát ugye akkor Nyíregyházát még talán nem úgy nézték, mint ahogy ma már nézik a turizmus területén, és hát ezért is örültem, hogy mind a két hotelre megkaptuk a támogatást, a másik nagy hotel is épül, ez meg már várja a vendégeket egy hónappal ezelőtt nyitott. Az állatkerti fejlesztési csomag része még egy jégkorszaki interaktív állatbemutató is, amely olyan állatkerti élményt nyújthat a látogatók számára, amely országos és európai szinten is egyedülálló lesz.